Üdvözlök mindenkit az FDM by Firefighter harmadik befejező részénél, menjünk is tovább a megmaradt küldetésekkel. Elsőként a bankrablós pálya után kapunk egy felborult teherszállító hajós pályát, ahol szerintem marha nagy poén, hogy minden így fejjel lefelé van, tehát ugye konkrétan fejre állt a hajó, és emiatt a padlón vannak a lámpák, és leginkább itt az étkezőben érhető ez tetten, illetve ez a fickó is, akinek szegénynek beletört a fejebe a nagy lámpába. Szóval szerintem ez marha jól néz ki, vicces, és a változatosságnak is ad egy pluszpontot. És sajnos ugyanúgy itt is vannak kriplik, hát anorexia 5000, nem tudom, hogy... Hát nem csodálom, hogy ezzel a kis vékony lábakkal így sántít, csoda, hogy egyáltalán nem törnek össze a egyébként sem túl nagy teste súlya alatt. Amint látjátok, itt egy elég nagy raktártérbe vagyunk, és minden egyes túlélőt, akit itt lent találunk, azt föl kell vinni a legfelső szintre, hogy ki tudjuk menekíteni. És igazából ez az egyetlen egy baj ezzel a hajós pályával, hogy baromi sokszor kell megtenni ugyanazt az utat, ugyanazon a lépcsőkön fölmászni, ugyanazt a ugrálást megcsinálni itt a konténereken, bármilyen magasról leesünk, mondjuk nem sebződünk, de azért mégiscsak unalmas lehet hetedjére, nyolcadjára. Mert legalább annyi túlélőt kell kimenekíteni. És ha kimentettük mindegyik túlélőt, akkor megkapjuk, hogy menjünk a pálya befejezéséhez a ballast control terembe, vagyis hát az ilyen levegőtartály irányító központba. Ezzel fogjuk majd a hajót egyenesbe hozni, illetve megfordítani gyakorlatilag. Itt be is menjünk a füstölteli szobába, megnyomjuk a gombot, és hopp, még nincs vége a pályának. Hát igen, ettől a pályától kezdődően nem csak egy szakaszból fog állni egy pálya, hanem kettő-háromból, olykor négyből, mint majd az utolsó. De hál' Istennek azért nem az előző részből vagy szakaszból megmaradt minimális idővel kell gazdálkodnunk, hanem teljesen új időlimitet kapunk, hál' Istennek. És ez is fog kelleni, ugyanis itt legalább 10 túlélőt kell kimenekíteni, és ahhoz, hogy kimenekítsük őket, jaj, már megint te vagy, nem kapsz hagyit, menjél innen. Szóval ahhoz, hogy kimenekítsük őket, egy még nagyobb ilyen raktárhelyiségbe kerülünk, és ennek a raktárhelyiségnek a legtetejére fel kell vinni a túszokat egyesével, úgyhogy igazából nem nehéz, csak idegölő, illetve repetitív egy kicsit. Itt az egyik túlélő mellett találtam egy új felszedhető tárgyat, ami még eddig nem volt, egy festmény, erről majd később lesz szó. És megint az történt velem, mint a benzinkutas pályánál, hogy valahol elhagytam egy túlélőt, és az Istenért nem akartam megtalálni. Néztem fölül, alul, egyszerűen nem találtam meg, valószínűleg a pálya elején hagyhattam el, úgyhogy visszaindultam hozzá keresni, és percek után kiírta a program, hogy a Hotrod Stein nevű kollégám talált egy túlélőt és kimenekítette. Azt a mindenit. Alapból nem is tudtam, hogy vannak társaink. Ezt a kapcsolót mondjuk meg kellett nyomni, és így már ki tudunk mászni a hajó fedélzetére. Szóval nem is tudtam, hogy vannak társaink, és valójában gyakorlatilag nincsenek, mert nem látjuk őket, nem dolgoznak velünk együtt, de hogyha percekig megakadsz egy túlélő megtalálásában, akkor segítenek neked. Szerintem tök jó ötlet, mert igazából nem tudtam volna visszamenni hozzá, akkor itt ragadtam volna még jó fél órát. Miután kiértem a hajó fedélzetére, kicsit zavarban voltam, mert nem tudtam, hogy hova kell menni, gondolom nem kell leugrani, na most megadta, szóval teljesen random, hogy mikor adja meg. De az ezt követő pálya szerintem a játék legjobb ilyen menekítős pályája, egy ilyen metró hálózatban történt balesetet kell asszisztálni, és szerintem kint az már ott az apokalipszis kezdete, tehát ilyen levelek, meg parázs hullik mindenfelé, az utcák kihaltak, és de mi a jó Isten az? Aj, de ocsmány grafikai megoldás, vagy nem tudom, az amerikaiak még megoldották, hogy az égre építsenek. Nem tudom, mindegy, maradjunk itt bent, itt sokkal jobb. Az orbitális jegykiadó automaták mellett találunk egy mindössze 15 lábnyi hosszú csövet. És itt rájöttem, hogy igazából nem kell mindegyik akadályt szétvernünk, amit lehet, mert néha ezeken átugrálva könnyebben átjutunk. És még egy dolog ezekkel a tüzekkel kapcsolatban. Észrevettem, hogy ha nem oldjuk el őket teljesen, akkor egy idő után még úgymond szaporodnak is, és természetesen visszanőnek, hogy úgy mondjam. És ez szerintem teljesen reális, mert el tudom képzelni, hogy a való életben is így van. Na de ezzel van egy kis probléma. Ugyanis olyan helyeken, mint például itt, amikor a vízsugárnak az ívével kell makizni, hát látjátok, ó, eloltottam, akkor oltsuk a másikat, és az meg, ja, hogy mégsem oltódott el, oké, akkor... Forduljunk vissza hozzá, oltsuk el, de még vagy fél óráig rajta kell tartani a vízsugarat, úgyhogy megőrül az ember komolyan.
Illetve kicsit arrébb viszont láttam a kocsmából ismerős izmos nőt, aki nagyon magabiztosan sétál befelé a metrókocsi tetejébe, hát védi a fejét a hőtől, van ilyen. És mivel ezen a pályán a játék legrövidebb, mindössze 15 lábnyi hosszú csövét kaptuk, elkezdtem kísérletezgetni, hogy mi van, hogyha elkezdek menni a csővel, és lehetséges úgymond nyújtani a csövet. Én úgy megörültem ennek az egésznek, nem kell a vízsugár ívével szarakodni, lesétálsz ide, az egész pályán végig vonszolhatod, még az ajtókon, meg így a platformokon át, minden. Nézzétek, milyen brutális hosszúságú, mint valami kurva egy ilyen krinolin lenne. Nézzétek, milyen hosszú, és megmutatom most alapból a 15 láb hosszú cső milyen hosszú, hogyha a forgatókönyvet követjük, ennyi, szóval ezt mindenképpen használjátok. Érdekes módon valamikor könnyen jön a cső, valamikor pedig tök nehezen. Ki kell tapasztalni, illetve nem tudom, hogy mitől függ. De mindenképpen egy hasznos és olyan bug, amit szívesen használ az ember. Itt megint az egyik társunk segített megmenteni az utolsó elkeveredett túlélőt, úgyhogy mehetünk tovább a következő szakaszra. Úgyhogy megkeressük a kijáratot, vagyis bemegyünk ebbe a metrókocsiba, és átmegyünk itt a túloldalra, és betöltődik a második szakasz. És folytathatjuk tovább. A metrós pálya három szakaszból áll, ha jól tudom. És van itt egy ilyen betörhető fal, és bekerülünk egy ilyen csatornába, ahol elég poénos dolgok vannak. Például ezeket az utunkat elálló ilyen gázlángokat el lehet oltani, csak annyi a dolgunk, hogy megkeressük a kapcsolóját, vagy hát ezt a tekerőjét, és itt ki lehet menekíteni őket. Egy nagyon nagy meglepetésért, mikor megláttam ezt itt, ez egy farkaskutya lehet, akinek a fejét folpakba belecsomagolták, mert nem tudok más magyarázatot, hogy miért lett ilyen ronda. De úgy néz képpen, hogy örül annak, hogy itt tűz van, úgyis tudja, hogy megmentik őket, vagy lehet, hogy belevágom a fejszét a lábába. Nem, mindegy, nem szeretem az állatokat. De menjünk tovább az utolsó pályára, ami a legutolsó hózos küldetésből már ismerős lehet nekünk. Ez a olajfúró tornyos pálya, ahol kisasztalon ülő anorexiás, pálcalábú vagy ropilábú nőket találunk, alig felvehető WC-n levitáló fickókat, leszakadó palánkokat. Úgyhogy lesz itt izgalom bőven. Az olajfúrós pályán a túlélőket ilyen mentőcsónakokba kell elvinni, de ez is természetesen több helyen van. Az egyik sarokban pedig találtam egy trófeát, illetve gondolom a tulajdonosát is egy pár lépéssel arrébb. Nem tudom, hogy egy olajfúró toronyra minek visznek magukkal ilyen trófeát, de lehet, hogy ott kapta. De vessünk egy pillantást a vízre, hát nem szép, de legalább jó csúnya, de azért a Dragonblade-es víznél még szerintem ez sokkal jobban néz ki. Aztán itt Jézus úristen, ott egy kutya, azt meg kell menteni, nincs mese, hogyha mindenki megdöglik, legalább a kutya éje túl, úgyhogy öngyilkos akciót indítok bele a tűzbe, kutya megvan, és hál' Istennek sikerült őt is kimenekíteni, és tovább mehettem a következő szakaszra, ahol tök poén, hogy itt az olajfúró torony különböző szintjeire föl kell mászni, és itt is téblábolnak emberek. Bár érdekes módon úgy vettem észre, hogy alapból nincs ott mindegyik szinten ember, később fognak úgymond beteremni oda, vagy beszpónolni. A toronyról majd később persze minden túlélőt le kell menekíteni, látjátok, még most nincs ott senki, majd később oda teremnek. Itt pedig csak guggolva tudunk bejönni valamiért, és nagyon érdekes, itt ilyen sárgás színű falat találunk, majd pirosat, tovább haladva megint ilyen sárgás zöld, és végül egy lila, komolyan tiszta diszkó, teljesen jó lehet itt dolgozni ilyen fényhatások mellett. A fogyatékos embert megint lepakoljuk, hajózz el jó messzire, ne is gyere vissza. Itt megint játszunk egy kis izmosat és ilyen hatalmas vas rudakat dobálunk arrébb, szolidaritásból pedig még ezt is dobáljuk el. És akkor vigyük is ki a kimenekítési... Na, ez mi? Ez kicsoda? Hogy kerülünk ide? Mi ez? Oh, ez mi volt? Na, igenis, hál' Istennek csak egyszer fordult elő, és akkor is megijedtem tőle, nem tudtam mire vélni, hogy mi az. Még van hátra pár túlélő, és megint találtam egy festményt, úgyhogy nézzük is meg kicsit közelebbről. Hát igen, nagyon tetszik ez a kép, én is kiraknám, hogyha elmegyógyintézetbe laknék. Itt pedig egy azbestből lévő fickót látunk, aki simán átgyalogol a tűzön. Ha ilyen emberek vannak, itt nem értem, miért kell őket megmenteni. De hé, ez nem az a fickó volt, aki felgyújtotta az autószerelő műhelyt? Ó, már itt is, szerintem ez akkor az egész játéknak a fő ellenfele, úgymond. És ez meg leszakad, hogyha minden túlélőt megmentünk, és nincs más választásunk, mint hogy megkeressük a szellőző csatornába való bejutás
módját, és itt kimeneküljünk. Na hát itt először baromira eltévedtem, és egyébként tök érdekes, hogy nem tudom, itt laktak ebben a szellőzőjáratban, mert olyan dolgokat találunk itt, mint aktatáska, laptop, pisztoly, családi ékszerek, illetve még egy aktatáska, szóval több cuccot találunk abban a pár kis szellőző járatban, mint az egész olajfúrótorny a szakaszokat összeszámolva, úgyhogy én nem igazán tudom mire vélni. Itt viszont már az utolsó szakaszban vagyunk, és itt már csak pár túlélő van, és sokszor ilyen nagy szivattyúk, vagy nem is tudom milyen gépek ezek közé kell bemennünk, viszont egy tanácsot fogadjatok el, soha ne úgy menjetek ide, hogy ráugratok a tetejére, mert a program megsértődik, és nem akar leengedni titeket, sőt, visszaengedni sem akar, valamiért nem tudom, nagy a fejem és beakad ide a sarokba. És igazából itt csak próbálkozni kell és várni, amíg a program azt mondja, hogy na jó, eleget szenvedtél, akkor most már leengedünk, mint például itt láthatjátok, nem enged, most megint enged. Szóval ez eléggé el lett cseszve szerintem, de miután nagy nehezen megmentettük az utolsó túlélőt is, megkapjuk az ezerszer látott újságcikket, megkapjuk a végső összesítést, illetve egy szerintem tök jó kinéző intrót kapunk a végére, ezt szerintem egész jól összehozták, és nagy dicséret a fejlesztőknek, mert ki tudták írni a congratulations hiba nélkül, úgyhogy megtapsolom őket, gratulálok, ez sok játéknak nem sikerült, és egy gyönyörű sárga game overrel véget is ér a játék. Illetve mégsem, mert egy utolsó dolgot még tartogat számunkra a játék, egy ilyen érdekes módon csúszkáló vagy táncoló tűzoltó katonát a készítők listája mellett. Fiúk, erre volt eszetek komolyan. És még egy aranyos dolog, mikor kilépünk a játékból, kapunk 10 ilyen tűzvédelmi tippet, ami szerintem a való életben is nagyon hasznos, úgyhogy még tanulni is lehet a játékból. Na de ennyi volt a játék, most pedig nézzük meg az értékelést. Szerintem már az első percben világossá vált mindenki számára, hogy mi az FDNY Firefighter legnagyobb hibája. A helyszínek többsége steril, elnagyolt részletek jellemzik őket, a textúrák pedig a The House of the Dead első részét idézik, ami bő 6 évvel a játék előtt jelent meg. A megmentendő emberek egytől egyig torszülöttek, ijesztő kriplik, egyedül talán az általunk irányított tűzoltó meg a metrós pályán néz ki valamelyest elfogadhatóan, de akkor meg eszembe jut a tűz és a víz ocsmány látvány, amiket egy tűzoltós játéknál azért igencsak néz az ember. Igazából nem lehet rá nagyon haragudni, hiszen kis fejlesztő cég révén nem az ezredforduló táján népszerű Quake vagy Unreal motorral készítették a játékot, hanem egy független fejlesztői környezettel, amelynek természetesen megvannak a technikai és elég szűkös korlátai. Olyan ez, mintha rá lennél kényszerülve, hogy faépítő kockából építs magadnak házat. Nyilván nem lesz olyan, mint egy normális téglaház, de hogyha megcsinálod, akkor elmondhatod, hogy kioszod a maximumot abból, amit van. Azonban mindezek ellenére a grafikára ennél többet nem tudok adni. Szerencsére nincs kiemelkedően durva hiba az irányítás tekintve. Könnyen lehet kezelni a játékot, a vízsugár ívének használatát pedig nem nehéz elsajátítani. Egyedüli problémám a slagos host küldetéseknél volt, mégpedig az, hogy a célkereszt a felületekre van valahogy rátapadva, és emiatt néhány helyen szinte lehetetlen pontosan célozni, és sokszor emiatt bukod el a küldetést. Stílusokat tekintve a The House of the Dead 2 zenéjéhez hasonlítanám a játékban hallható számokat, bár annál azért jóval színvonalasabbak és hallgathatók, végülis nincs nagy baj velük, csak szimplán felejthetők. A hangok ellenben nekem nagyon tetszettek, a tűzropogása, a tűzoltó balta hatására széttörő székek, asztalok hangja, a robbanások mind-mind el lettek találva, és azért valamilyen szinten hangulatot biztosítanak. Az első pár pályán még megvan a felfedezés öröme, a helyszínek kiválasztása is kellőképp változatos, azonban a későbbiekben már csak a metrós pályánál emeljük fel a szemöldökünket. Sajnos a hajós és az olajfúró tornyos pályák túlságosan hosszúra sikeredtek, sokszor kell ugyanazt az utat megtenni, és hamar unalomba fullad a nem túl szép környezet miatt. A helyszíneken begyűjthető bónusztárgyak gyűjtögetése jó ötlet lenne, ha kapnánk érte pontszámon kívül valamilyen jutalmat, mondjuk más külsőt a tűzoltónak, vagy egy bónusz slagos pályát, mint mondjuk a Civil War Secret Missions-ben a bónusz hajós pálya. A
host küldetések közül nekem egyedül a belvárosi rész tetszett, annak volt egy kis hangulata, de a többi, főleg az építkezéses küldetés a már említett célkereszt mizéria miatt kifejezetten idegölő volt néhányszor. A nehézségi szint állításával egyedül a rendelkezésünkre álló idő lesz kevesebb, de még normál fokozatosan is annyi időnk van, hogy simán megvacsorázhatunk küldetés közben. Lehet, hogy csak én tanultam be túlságosan a pályákat, de nekem túlságosan könnyűnek tűntek a pályák, igazából egyik sem izzasztott meg igazán. Összegezve az FDNY Firefighter American Hero nevű játékot, azt kell, hogy mondjam, hogy nem egy rossz játék. Az ocsmány grafika ellenére a játék témája megfelelő alap lenne, ha megvalósítás egy kicsit jobban sikerült volna. Véletlenül a nem megfelelő anyagi háttér miatt maradtak a Genesis 3D mellett a fejlesztők, de ha mondjuk a New Yorki tűzoltóság szponzorálta volna a játék fejlesztését, akkor valószínűleg belekerült volna több pálya vagy több lehetőség esetleg. Ha pedig szponzorálta és ilyenre sikeredett, akkor arra nincs mentség, de ezt nem tudom biztosan. Tényleg, ne értsetek félre, a játék abszolút nem rossz. Egyszer el lehet szórakozni vele, csupán csak egy kicsit kevésnek találtam azt a 12 pályát, amelynek a felét a tréning és a maximum 2-3 perces host küldetések tesznek ki. Az egész játékot maximum 2 óra alatt végig lehet játszani első nekifutásra, és hiába a más-más helyen felbukkanó megmentendő emberek, csak ezért nem fogjátok újra játszani. Lehetséges, hogy a közeljövőben még visszatérek ehhez a tűzoltós témához, hiszen az első videóban látott Real Heroes Firefighter igencsak felkeltette az érdeklődésemet, és most már van viszonyítási alapom is hozzá, de addig is minden jót, legyetek jók, szevasztok!